megyei szinten is azt mondom, hogy magas szinten nálunk a legjobb. Ajándékkal mondott köszönetet és ismerte el Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere, Vas János rendőrőrnagyot, aki 23 évig szolgált a helyi rendőrőrs parancsnokaként. A rendőrőrnagy Tolnán folytatja karrierjét rendészeti alosztályvezetőként. A város új őrsparancsnoka Zádori László 24 évet szolgált Szekszárdon. Ő azt mondja, szeretné követni azt az utat, amelyet elődje már kiépített, és jó kapcsolatot ápolni a helyiekkel. Az első egyeztetések meg voltak ugye a polgárőrséggel is, illetőleg én is itt a területre gyakorlatilag ismerkedek, mert ideig ez a terület nem tartozott úgymond közvetlenül hozzám. Nyilván az őrsparancsnok úrral korábban is egy nagyon jó kapcsolatunk volt, én úgy gondolom, hogy baráti kapcsolat volt, ami mai napig fennáll, tehát azért nagyjából tudtam, hogy itt mi folyik, milyen események történnek. Zádori László szeretné növelni a közbiztonságot és fokozni a rendőri jelenlétet az utcákon. Tervei között szerepel még a társszervekkel való együttműködés megerősítése is. Bozsolik Róbert azt mondja, örömmel fogadták az új őrsparancsnokot. Azt gondolom, hogy az őrsnek a szakmai munkájában negatív irányban biztos, hogy nem fog történni változás, változások lesznek, viszont abban is biztos vagyok benne, hogy az ő vezetésével az őrsünk továbbiakban is maximálisan a városunk közbiztonságáért fog tevékenykedni. Bátaszék polgármestere elmondta, hogy az önkormányzat továbbra is minden segítséget megad a rendőrségnek ahhoz, hogy a város az elkövetkezendő években is nyugodt és biztonságos település maradjon.